A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Vissza az aranykorszakba című sorozatunk harmadik részéhez értünk. Korszakváltás alatt vagyunk, ami valamilyen formában mindnyájunkat érint. Ez a korszakváltás azt jelenti, hogy a halak korszakából átmegyünk a vízöntő, a tudatosság korszakába, ahol már nem elég valamiben hinni, hanem tudni is kell. Például tudni az igazságot az életről, földről, a múltunkról, jelenünkről és jövőnkről. Felfedve a leplet a hazugságról, ami évszázadok, ha nem évezredek alatt emberek millióit vitte tévútra, ezáltal letérve a tudatosság útjáról, zavartan és félelemmel telve bolyongva bolygónkon, az elme sötétjében, eltérve jelenkorunk mérhetetlen szenvedésekkel teli és telhetetlen valóságát. A jelenlegi korszakváltásban a legfontosabb a tudás megszerzése. A tudás az az erő, ami képes bármilyen nehézségen keresztül vinni az embert. Aki nem tud, az lemarad, hogy más nem mondjak. De elég a szóból, jöjjön az előadás! Sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Az előadás harmadik részében a korszakváltásról lesz szó. Tudnunk kell azonban, hogy korszakváltás nem létezik egy új szemlélet nélkül, egy működő, épkézláb világkép nélkül nem tudunk tovább lépni. Azok a politikusok, akik korszakváltónak nevezik magukat, és nincsenek tisztában egy működő spirituális világképpel, tulajdonképpen azt sem tudják, hogy miről beszélnek. Egyáltalán mit is jelent egy korszak? Tehát, hogyha megnézzük, a Föld tengelyét, a Föld tengelyének van egy imbolygó mozgása, leír egy kúp felületet, és ennek következtében minden év március 21-én azt látjuk, hogy a nap mintha 50 szögmásodperccel arrébb és arrébb kelne fel. Ezért látszólag elhalad egy-egy állócsillag kép előtt, és amíg elhalad egy ilyen állócsillag kép előtt, az 2160 évet vesz igénybe, tehát a halak korszaka lezárult 2012-ben, és most már úgy tűnik, hogy a következő 2160 évben a nap úgy fog felkelni, hogy a vízöntő csillagkép lesz a háta mögött, vagy legalábbis úgy fogjuk látni. Nem csak, hogy világvége nem lett, hanem azt mondják a beavatottak, hogy egy új aranykorszaknak a lehetősége is előttünk áll. Legutóbb aranykorszak Atlantis idejében volt. Először is tudni kell egy aranykorszakról, hogy béke van, bőség van, egészség van, és Atlantisba példának okáért nem ismerték a pénzt, nem használtak pénzt. Mindenki tudta pontosan, hogy mi a dolga, a társadalmi piramis csúcsán ott volt a király vagy a fáraó, akinek az volt a feladata, hogy az isteni törvény szerint éljen, és irányítsa a beavatott papságot. A beavatott papság tanította, oktatta az isteni törvényt. A hivatalnokok, a vezető hivatalnokok és a katonai parancsnokok szintén beavatottak voltak, tehát olyan emberek, akik nem hitték, hanem saját tapasztalatból, élményszinten tudták, hogy igenis létezik élet a fizikai testtől teljesen függetlenül. Tehát ez tudás volt abban az időben, nem hit kérdése. És nyilván ezek az emberek irányították a társadalomnak az értékteremtő részét, földműveseket, kézműveseket, iparosokat, kereskedőket, és hát mint minden társadalomban vannak spirituálisan kevésbé fejlett egyének, ez úgynevezett alja népe, akik az isteni törvényt nem akarják betartani, nem is foglalkoznak vele, el se hiszik, nem is értik, de egy aranykorszakban élő társadalomban még ezekkel az emberekkel is nagyon szeliden és türelmesen bánnak. Kérdés, hogy ha már volt egyszer egy ilyen szép aranykorszak, akkor miért következett be a hanyatlás? Hát azért, mert az univerzumban minden hullám természetű, tehát minden hullámhegy után következik egy hullámvölgy, következő hullámhegy viszont magasabb lesz, mint az előző, a következő hullámvölgy kevésbé mély, mint az előző, tehát a fejlődés csak nagyon nagy időtávlatokból látszik, viszont folyamatos.
Amit tudnunk kell egy korszakváltáshoz, az az, hogy az ember energialény, és az élete nem a születéssel kezdődik, és nem fejeződik be a fizikai testnek a halálával. Tanította ezt Jézus is annak idején, mondta, hogy senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből, az ember fia. Hát akkor valószínűleg nehéz lett volna ezt alátámasztani fizikával és fizikai törvényszerűségekkel, ma már ez a lehetőség a rendelkezésünkre áll. Ugyanakkor, amit az anyagi világban megrekedt emberek nem tudnak, az az, hogy ebben a spirituális világban folyamatosan két erő dolgozik, egyik a másikat kiegészítve. Az egyik építi az újat, a másik lebontja a régit. Az egyikről úgy szoktak beszélni, mint a fény angyalai, az építőkről, a lebontásért felelős erőkről pedig úgy, mint a sötétség angyalai. Na most nagy tévedés azt gondolni, hogy itt a sötétség angyalai és a fény angyalai bármiféle konfliktusban volnának egymással. Ezek tulajdonképpen együtt dolgoznak. A hétköznapi értelembe véve úgy tudunk rálátni a dologra, mint hogyha volna egy telkünk, azon volna egy ház, ami elavult. Na most szeretnénk egy újat, egy modernet, egy nagyobbat. De nincs csak ez az egy telek, tehát először le kell bontani a régit, hívjuk a bontómunkásokat. Azután fel kell építeni az újat, hívjuk az építőmunkásokat. De ez nem azt jelenti, hogy a bontómunkás gonosz és az építőmunkás jó. Mindenki végzi a saját feladatát, a saját munkáját, és a kettő tökéletesen kiegészíti egymást. Ez történik az univerzumban is, addig, ameddig valamelyest egyensúlyban vagyunk, és az univerzum törvényeivel összhangban, harmóniában igyekszünk élni. Amikor nem, amikor nagyon elszalad a ló az emberiséggel valamilyen irányba, nos, akkor a lebontásért felelős erő ráad egy úgynevezett turbóhatást a jelenségre, ebben a pillanatban megszűnik a logika, a józanész, az értelem, és egy tehetetlenségi erő folytán megy minden tovább a maga útján, tulajdonképpen a nagyobb szenvedés irányába. Ez történt a II. Világháború végén, amikor az oroszok már Berlin határában voltak, és Hitler képes volt beküldeni a Hitlerjugendet a húsdarálóba. Tehát ennek már értelme nem volt, célja nem volt, de itt nem is erről van szó. Itt már a lebontásért felelős erők, az univerzum erői felerősítik ezt a tendenciát, nem rossz szándékkal jelzem, hanem azért, hogy végre tanuljunk belőle. Tehát, hogy jussunk el a szenvedésnek arra a fokára, amikor végre feleszmélünk, hogy na ebből elég. Meg is született a jó eredmény, hiszen az Európai Uniónak az első célkitűzése az volt, hogy azért hozzuk létre, hogy Európa népei békében éljenek, hogy ne legyen többé háború. Tehát, hogy legyen végre béke. Na de azután következett az, hogy akkor építsünk egy gazdasági hatalmat, egy belső piacot, embernek árunak szabad mozgását, tehát az egész berendezkedés teljesen az anyagi világra koncentrálódott, és ennek a mentén megy tovább mind a mai napig, tehát mint már említettem, az anyagi értékrend szerint élő ember elveszítette a kapcsolatot a teremtőjével, és ennek a következménye az, hogy megint túlléptünk egy bizonyos határt, és megint rajta van ez a turbóhatás ezúttal a pénzvilágán. Tehát el kell jutnunk addig, amíg ez a felépítmény, ez a magunk előtt görgetett adóssághegyek és egymásnak a kifosztása eljut egy olyan pontig, ahol az egész rendszer összeomlik. Hát amikor az egész rendszer összeomlik, akkor azt a pénzt, amit ma nagyon sokan istenítenek, jó esetben esetleg fűtésre lehet használni, tehát elégetni. Ez lesz a következménye. Nincs olyan messze ez a pillanat, mert ez a turbó hatás már rajta van ezen a gondolkodás módon, és bár logikusan volna kiút és volna megoldás, de nem képesek abba hagyni egyesek azt a gondolkodásmódot, hogy ők csak a mások kifosztásából szeretnének élni. Ugyanakkor, hogyha megnézzük, hogy mi történik a világban, amikor a helyzet romlik, tehát amikor a kifosztás elér egy olyan határt, ahol úgy gondolják az ország lakói, hogy ezt már nem tudjuk elviselni. Görögországban példának okáért Athénban 2012-ben komoly tüntetések voltak a kormány ellen, és a görögök szétverték a saját fővárosukat, betörték a kirakatokat, felgyújtották az autókat, tehát hatalmas csetepaté volt az elégedetlenségnek az eredménye. Nagyjából ugyanezt történik a spanyoloknál is,
ott is óriási a munkanélküliség, ott is kivonulnak az emberek az utcára a megszorítások ellen, és van, amikor békésebben végződik a történet, van, amikor ott is erőszakba torkollik. Felmerül a kérdés, hogy hova helyezkedik a mag népe, hova helyezkedik a magyarság, aki nem felejtette el az eredet tudatot, aki őrzi az eredet tudatot, hiszen kódolt nyelve van, és akkor, amikor magunkkal azonosítjuk magunkat, tulajdonképpen az nem az autónk, nem a testünk, nem a társadalmi pozíciónk, hanem az az isteni szikra, az a mag, ami mindenkinek itt van a szívében, a szeretet forrása. Tehát akár tudunk róla, akár nem, a magunk nevében beszélünk, mondhatnám azt is, hogy tudatlanul, vagy öntudatlanul, de az isteni igazság és az isteni felsőbbrendűség nevében, tehát az szólal meg rajtunk keresztül. De mi ennek a következménye? Ennek az a következménye, hogy romlik a helyzet, mint mindenhol Európában, és a mag népe nem valami ellen megy ki, nem a konfliktust viszi ki az utcára, hanem a békét. Képes kiállni valamiért. Annak idején Teréz anyának azt mondták, hogy jöjjön tüntetni a taposóaknál ellen, és azt mondta, hogy nem megy. Tehát miért? Hát a taposóaknál az egy szörnyű dolog. Válasz az volt, hogy abban a pillanatban, amikor lesz egy tüntetés valamiért, akkor majd szóljatok. Tehát, hogyha én valami ellen megyek ki, akkor tulajdonképpen a belső elégedetlenségemet és konfliktusomat kiviszem az utcára, és lesz belőle külső konfliktus és csetepaté. De hogyha valamiért megyek ki békésen, az azt jelenti, hogy én hajlandó vagyok és hajlamos vagyok egy békés megoldást találni egy nehéz helyzetre, és ezzel az erővel tovább lépni, tovább menni. Úgyhogy azt mondják, hogy egy nép akkor válik nemzetté, amikor önrendelkező lesz. Hát láttuk az európai népek esetében, hogy amikor önrendelkezőké váltak, akkor bizony úgy gondolták, hogy ők mások fölött is rendelkezhetnek, és portugálok, spanyolok, franciák, angolok, németek sorra gyarmatosították a világot. Ebből lett is ideig, óráig jólét, aminek aztán most jönnek a hátulütői. Igen ám, csak hogy a mag népét nem azt teszi nemzetté, hogy önrendelkezővé válik, hanem az, hogy közös gondolattal és közös lelkesítő érzelemmel képes kiállni egy isteni törvényben gyökerező magasabb ideál mellett. És ezt a magasabb ideált békésen képviseli. És ugye sokan azt mondják, hogy a békemenet az politikai irányzat függő. Valóban. Hát 1956-ban milyen politikai irányzat volt, amikor az emberek összegyűltek a Kossuth téren mosolyogva, azzal az elképzeléssel és azzal az örömmel a szívükben, hogy szeretnénk egy szabad országot. 1848-ban nem arról szólt a történet, hogy vettük a fegyvert és nekimentünk az osztrák hadseregnek, hanem arról, hogy mit kíván a magyar nemzet. Szeretnénk egy tisztességesebb világot, nagyjából így képzeljük el. Tehát újra és újra ez jön elő belőlünk, hogy egy isteni igazságból eredő, magasabb ideál mellett kiállunk békésen. A probléma az, hogy a halak korszakában nem volt esély ezt semmiféleképpen győzelemre vinni. A vízöntő korszakban viszont van, tehát itt már nagyon komoly lehetőség áll előttünk. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy az új korszak nem egyik pillanatról a másikra köszönt be, ezt fel kell építeni, és a változásnak már ma megvannak a nagyon komoly jelei. Megvannak a jelei a pénzvilágában, a gyógyászatban, a mezőgazdaságban, az építészetben, és ott nem utolsó sorban az oktatásban is. Ha csak a pénzvilágát nézzük, megjelentek és jelennek meg az úgynevezett helyi pénzek. Helyi pénz, közösség megegyezik abban, hogy ezt kinyomtatjuk és elfogadjuk egymástól. Miért adok én helyi pénzt? Nyilván azért, hogyha kapok valamilyen szolgáltatást, valamilyen árut, vagy éppen gyógyítást, vagy oktatást, vagy szellemi terméket. Miért kapok? Ugyanazért. Miért adok? Ugyanazért. Tehát abban a pillanatban, amikor a helyi pénz működésbe lép, mindenki, aki nem értékteremtő, kiszorul a körforgásból, és a közösség önellátóvá válik, és nincs kitéve ennek a hatalmas kifosztásnak, aminek nagyjából minden ország jelen pillanatban az áldozata. Változások vannak a gyógyításban, elsősorban a szemléletben. Egyre több orvoshoz jut el az új szemlélet, az új világkép, a működő világkép. Nem elhinni kell, hanem megérteni. És példának okáért a Budapesten az onkológián felvettük a kapcsolatot, és azt mondtuk, hogy szeretnénk
bebizonyítani azt, vagy kipróbálni azt, hogy mi történik, hogyha a gyógyulni kívánó betegek változtatnak a gondolati és érzelmi hozzáállásukon, amely gondolati és érzelmi hozzáállás elsődleges, és a fizikai test ugye az másodlagos, mert egy irányított rendszerről van szó. És nem szólunk bele a hagyományos orvosi kezelésbe, de szeretnénk megnézni, hogy mi történik akkor, hogyha sikerül kezelnie a páciensnek a stresszt, hogyha sikerül a tudatalatti programját felülírnia, hogyha sikerül helyreállítania az adok-kapok egyensúlyt és a többi. Az onkológia partner volt ebben, 34 melldaganattal diagnosztizált hölgyet sorsoltak ki, hogy úgy mondjam, akik már túl voltak egy kemoterápián, akik részt vehettek egy ilyen egyhetes programon, és kaptak egy működő világképet. Megértették a tudatalatti átprogramozásának a fontosságát. Megértették, hogy melyek azok a gondolati, érzelmi összetevők, amelyek a daganatos betegséghez vezetnek. A kutatási eredmény megszületett, eltelt az a bizonyos 5 év a diagnózis felállítása óta. A kutatási eredményt sikerült publikálni a Magyar Onkológia című folyóiratban, 2012. decemberi számban, és hát az eredmény az, hogy az 5 év elteltével mind a 34 kísérletben részt vett hölgy életben volt, és csak egy valakinél mutatkozott áttét. Tehát, hogyha ezt összehasonlítjuk az országos átlaggal, ott 5 évvel a diagnózis felállítása után 80% a túlélés, és az életben maradottaknál 16% az áttét. Tehát egy új világkép mentén úgy tűnik, hogy gyönyörű eredményeket lehet elérni, és ezek most már kutatási eredmények, amelyek megjelentek hivatalos orvosi labban. Aztán ugye végül is az egész kísérlet sorozata Többszintű Gyógyulás című könyvnek és CD-nek a segítségével, vagy ennek az iránymutatásával történt, és szeretnénk ezt az információt minél szélesebb körben eljuttatni orvosokhoz is, betegekhez is, gyógyulni kívánó emberekhez is, éppen azért, hogy részben levegyük az orvos válláról a felelősséget, és másrészt pedig a gyógyulni kívánó embernek olyan eszközöket adjunk a kezébe, amivel aktívan tehet, nagyon sokat tehet a saját gyógyulásáért. Változások vannak a mezőgazdaságban is, ugyanis egyre másra jönnek rá az emberek, hogy a pénzt nem lehet megenni. Tehát, hogyha szeretnének maguknak egy jobb életet, akkor meg kell próbálni sárga csekkmentessé vagy csekkmentessé tenni a falut, önellátóvá tenni a falu közösséget, és itt van Rozsály, Visnyeszéplak, Magfalva, Pázmán, Mátraverebély, Túr Istvándi, és mások is a nyomukba lépnek, és újabb közösségek épülnek, és készülnek fel tulajdonképpen egyfajta teljes önellátásra, ami biztosítja a létet. Hát évszázadokig, évezredekig éltek így falvak, nem voltak kiszolgáltatva senkinek, és biztosítani tudták az életet. Ez ma is nyilván lehetséges. Változások vannak az építészetben is, ugyanis az a helyzet, hogy a földkéreg egyensúlyát megbontottuk. Száraz föld, víz, úgy, ahogy egyensúlyban van, a föld forog a tengelye körül, viszont ez az egész száraz föld kéreg, ez a föld kéreg, ez 35-40 kilométer vastag, és egy láva rétegen úszik. Na most, hogyha ezt az egyensúlyban lévő forgó búgócsigát úgy kezeljük, hogy naponta több millió hordó kőolajat kiszivattyúzunk belőle, naponta több millió tonna szenet kibányászunk és elégetünk, naponta több száz hektár erdőt kivágunk és elégetünk. Nyilvánvaló, hogy egy idő után ennek a kéregnek az egyensúlyi állapota felborul, és megpróbálja helyreállítani. Hogy tudja helyreállítani? Úgy, hogy elmozdul a láva rétegen, úgy, hogy változtatja a szárazföldnek és a víznek az arányát, ha nem is nagyon, legalább egy-egy kicsit, de ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy egyre gyakoribbak a földrengések. Na most magyar gondolkodás, hogyha már gyakoribbak a földrengések, akkor építsünk olyan házat, amely kibírja a földrengést, tehát a földrengéstől se lesz semmi baja. Hát egy ilyen többek között az Antal István szabadalma alapján épülő Löglen ház. A Löglen ház egy vasbeton lemezre épül, egy acél szerkezet, tehát olyan lesz, mint egy doboz. Ezt a dobozt kívülről beburkolják egy polisztirolbeton lemezzel, belülről egy másikkal, és a kettő közé a viszintes gerendákon lévő lyukakon keresztül beöntik ugyanezt az anyagot.
híg megkevert formában, ami ott megköt, és a fal 42 cm vastagságban homogén lesz, ami azt jelenti, hogy lélegzik. Tehát nem kell műanyagba csomagolni, mint a passzív házakat, a fal lélegzik. Ha jönne talántán egy kis földrengés, akkor a legrosszabb esetben az egész doboz elmozdul és arrébb csúszik, de egyetlen fal meg nem reped, és semmilyen körülmények között nem omlik a lakóinak a fejére. Azon kívül messze menően tűzbiztos, és az energia igénye minimális, hiszen az egész fal gyakorlatilag szigetelés. Változások vannak az oktatásban, Magyarországon ugyanis 2013. szeptemberétől az iskolákban kötelező lesz a relaxáció és szabadon választható a meditáció. Azt hiszem, hogy ez a legnagyobb lépés, amit tehetünk egy tudatosabb lét felé, hiszen ezeknek a gyermekeknek, akik hozzá vannak szokva a nyüzsgéshez, elég néha 4-5 perc belső csend. És hogyha még meditációval is kiegészítik az oktatást, akkor bizony előfordul majd, és gyakran előfordul, hogy a gyermekek vissza fognak emlékezni előző életekre. Tehát az ember energialény, létrehoz magának egy fizikai testet, hogyha az elpusztul, létre tud hozni magának egy másik fizikai testet. És ennek az emléke mind az energiaburokban van, és hogyha az ember csendben van és nyugalomban van, akkor ezeket az információkat le tudja hozni, vissza tud emlékezni. Na most, amikor ezek a gyermekek elkezdenek majd beszélni egymás között, és a tanáraikkal, esetleges előző életek emlékeiről, az bizony nagyon komoly szemléletváltást fog hozni a pedagógusok körében, a szülők körében, és a gyermekeknek egy idő után természetes lesz. Ezt tudnunk kell, hogy a mag népe tulajdonképpen egy aranykori nép. Ami azt jelenti, hogy minden korszakban vannak olyan népek, olyan emberek, akik abban a bizonyos korszakban éppen nagyon jól érzik magukat. Van, aki abban a korszakban érzi jól magát, ahol a hősiesség, a háború, a harc az uralkodó. Van, aki abban a korszakban érzi jól magát, ahol a kereskedelem az uralkodó. Van, aki abban a korszakban érzi jól magát, ahol a becsületes, tisztességes világ van. És a mag népe tulajdonképpen egy ilyen világban érzi jól magát, mert szeretünk értéket teremteni, őrizzük a spirituális értékeinket, békések vagyunk, befogadóak vagyunk, és a kódolt nyelv az egy bizonyos képességet biztosít számunkra, képesek vagyunk teremteni. Erről lesz szó a következő részben, ugyanis egy aranykorszakot, egy új aranykorszakot meg kell teremteni, létre kell hozni először magunkban, azután a környezetünkben, és azután segíteni kellene a velünk együtt élő népeknek és nemzeteknek ugyanezt az értékrendet felvállalni. Tehát a következő alkalommal ennek a gyakorlati megvalósításáról lesz szó. Köszönöm szépen! Mint látható, először saját magunkban kell elkezdeni egy új, egy jobb, egy szebb világ felépítését. Ehhez elengedhetetlen feltétel egy jó térkép birtoklása és a biztos tudás elsajátítása. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem vigyázzanak egymásra és saját magukra is, hogy ne legyen áldozat. A műsort támogatta a PTB Pajzs Kft. Önerőből lophatatlanná teszi autóját. A műsorvezetőt öltözteti a Vatis Corner, az elegáns férfi divatháza. A műsort a Max Taxi támogatta. Télen-nyáron mindig jó áron. Max